Sziasztok! Mindjárt egy receptben erről a diétás kenyérről fogtok hallani és látni egy videót, amit a nagymamával készítettünk. Tudom, hogy a kenyérfogyasztás az egy nagy probléma a diétázók számára, nekem is nagyon sokáig tartott, amíg le tudtam tenni véglegesen, hiszen egy normális diétában a kenyér nem való, nagyon nehéz vele diétázni, de kenyér helyett azért ki tudunk találni megoldásokat. Nézzük meg, hogy ezt a tök diétás teljesen ehető, tök jó a diétához kenyeret, hogyan kell elkészíteni. Az alábbiak a hozzávalók, és ez egy teljesen gluténmentes kenyér is tud lenni. Az egyik összetevő a Peak Protein Breader, ebben 53% fehérje is van, ezzel is csökken a kenyerünk szénhidrát tartalma. A következő lépésekben gyakorlatilag csak az történik, hogy az összes összetevőt összekeverjük egymás után, ami talán különleges, hogy az MCT olaj szintén belekerül. Az MCT olaj az az olaj, aminek a kalóriatartalmával nem kell foglalkoznunk, amikor diétázunk. A protein breadert pedig, ha nem tudod beszerezni bármi miatt a Peak Shopból, akkor végül is talán zappehely liszttel lehet helyettesíteni. Az, hogy teszel hozzá sót, vagy nem teszel hozzá sót, az is rád van bízva, meg kell kóstolni majd az egyveleget, a tésztát, és abból majd látod, hogy szükség van rá, vagy nem. A magok minőségén is lehet változtatni, ha találsz bármilyen más hozzáillő magot, azon is lehet módosítani, és hogyha minden megvan, akkor kézzel, amit látjátok, összegyúrjuk. Egy körülbelül ilyen típusú keménységű masszát kell, hogy kapj, és sütőpapírral bélert tepsire tesszük, így nem is kell vele nagyon szöszölni, majd ott a sütőpapíron fogjuk megformázni, és itt egy kicsit hosszabbra hagytam a videót, hogy lássátok, hogy nem egy ördöngőség megformálni sem, ezt a kenyered egy gyurmázás zajlódik, hosszúkás alakúra formálta az édesanyám, ahogy érzed. Ha kész van a formázás, akkor mehetünk is be vele a sütőbe, az a lényeg a sütéskor, hogy akkor van kész, amikor a széle a kenyerünknek már megbarnult, és nem kell a tetejét megvárnunk, hogy megpiruljon, tehát a széle, hogyha barna, akkor már kész is van. Ilyen a kenyerünk, az a javaslatom, hogy a reggeli időszakokban vagy délelőtt fogyasszuk, este már nem, és ez egy kiváló diétás lehetőség kenyér helyett. Mesd el ezt a receptet magadnak!